A szekszárdi önkormányzati képviselők többek között ismét tárgyaltak a város óvodáinak összevonásáról. Hát gyakorlatilag minden óvoda maradott, ahol van helyileg, tehát igazából az óvodák azok, ami már kijelenthetjük, hogy szeptemberben nem fog működni, az a Bajcsi óvoda. Az egy kis létszámmal működő, és a ott levő gyerekek és szüleik más szülőkkel leegyeztetve más óvodába tudnak menni, és szeretnének is. A Kertvárosi óvoda egyelőre nem kerül bezárásra, a kifutó csoportra, de beiratkozni már nem lehet oda szeptembertől, és az összes többi ugye kibővülve a szülői óvodával. Az óvodavezetők segíteni fogják a szülőket annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények közé kerüljenek gyermekeik. Az összevonásokat az indokolta, hogy a csoportok egyenlőtlenül működtek. Hát ez azt jelenti, hogy volt olyan csoport, ahol 14 fővel működött, és volt olyan csoport, ahol 23-24 fő volt. És a finanszírozása, tehát úgy van a finanszírozás, hogy 25 főnél nullás. Tehát a finanszírozás 25 főnél nullás, hogy egy óvodai csoportba kell dadus, két óvónő, két dadus pedasszisztens, tehát ez mindegyik személyzettel jár, és pedagógusok kell ellátni őket, sőt volt olyan óvodánk, ahol nem volt elég pedagógus, a pedagógiai asszisztensek látták el ezt a feladatot. Most ez a helyzet optimalizálódni fog, az összes intézmény hasonló létszámmal fog működni. Továbbá a képviselők megszavazták a Kölcsei óvoda teljes körű felújítását is. A mostanában jellemző heves vitákkal és szócsatákkal tarkított közgyűlések dacára a legutóbbi ülésen arról a napirendi pontról, amely a kárpátaljai magyarok támogatásáról szólt, mindkét fél könnyen tudott igennel szavazni. A kárpátaljai magyarok megtámogatására itt a Károly Megyővárosok Szövetségének az elnöke kezdeményezésére egy felhívást tett közzé a megyei városok felé, és itt a javaslat az 5 millió forint volt, sajnos a szekszázás költségvetése nem áll jól, de mindenképp szeretnénk támogatni, és nemes a cél, hogy a kárpátaljai magyarokat támogassuk, és a pénzügyi bizottság 1 millió forintot javasolt ennek a célnak a megvalósítására. Lehetőségénkhez képest ennyi volt, és ez végül is átment a közgyűlésen, megszavazta a közgyűlés. A közgyűlés összesen 9 napi rendi pontot tárgyalt.